Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennyek és földnek teremtőjében. És Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami urunkban, aki fogantatott szent lélektől, született szűzmáriától. Apostoli hitvallás, részlet. Sziasztok! Ez itt az Evlelkész Podcast, is a mai adásban Jézus Krisztus személyéről fogunk beszélgetni, arról, hogy ő ki tulajdonképpen is hogyan kell azt érteni, hogy ő Isten ember, de mielőtt ebbe belevágnánk, azelőtt felhívom a figyelmeteket a feliratkozásra, iratkozzatok fel az Evlelkész csatornájára minden lehetséges fórumon és platformon, Facebook, YouTube, Spotify, Podbean, és most külön is felhívom a figyelmet a Facebook oldalnak a lájkolására, mert hogy az új évtől kezdve már nem csak hallgatható és nézhető tartalmak kerülnek ki az Evelkésznek a Facebook oldalára, magyarul nem csak megosztom azokat a tartalmakat, amik amúgy a Spotify-on vagy a YouTube-on megjelennek, hanem már írott anyagokat, szösszeneteket is találhatok ott különböző teológiai egyházi témákban. Ezek a teológia cseppek, ha ilyen hashtagre rákerestek a Facebookon, vagy ha csak egyszerűen lájkoljátok, like vagy követitek az Evlelkésznek a Facebook oldalát, akkor ott megkaphatjátok ezeket is, ahol különböző teológiai témákban egy-egy rövid írást és egy képet találtok, amely talán egy kicsit más oldalról, kicsit ilyen pontszerűbben, spotszerűen világítja meg a teológiának az egyes részeit, úgyhogy javaslom ezt nektek a kommenteléssel és az értékeléssel, együtt, és továbbra is várom kérdéseiteket, és nagyon izgalmas kommentjeiteket. Na, de vágjunk is bele a mai témánkba, amely Jézus Krisztusnak a személye. Ez az egyik leg, mondjuk azt, hogy nehezebb adás, amiben belevágtam. Most már másodjára veszem föl, már több mint egy órát fölvettem, és aztán töröltem az egészet úgy, ahogy van, és újra struktúráltam az adást, mert hogy ez egy nagyon nehéz téma hiszen annyira a hitünk közepét érinti az, hogy kicsoda Jézus Krisztus, hogy arról nem lehet csak úgy beszélni. És hát egyrésztről fel kell adni a teljesség igényét, mert hát úgy nem tudunk. Főleg nem egy ilyen, mondjuk maximum egy órás adásban, de mondjuk tíz órában sem. Másrésztről viszont nem hagyhatjuk azt, hogy pongyolán fogalmazzunk, és azt sem hagyhatjuk, hogy igénytelenek legyünk, mert hát mégiscsak Jézus Krisztusról és az ő szeméről van szó. Szóval ez egy nagyon nehéz feladat így most, amely valószínűleg nem is fog úgy sikerülni, ahogy én azt szeretném, vagy ahogyan az kellene. Úgyhogy ezért előre is elnézéseteket kérem. Kezdjünk egy kis fogalmi tisztázással az elején. Ugye Jézus Krisztusról úgy beszélünk, mint Isten emberről. Tehát úgy beszélünk Jézus Krisztusról, mint aki megváltó, akiben a mindenható Isten megszületett erre a földre, aki a Szent Háromságnak a második személye. Na most előre bocsátom azt, hogy ez egy nem szent háromsági adás lesz, tehát nem a szent háromságról fogunk beszélni. Nyilvánvalóan kénytelnek vagyunk érinteni, mivel hogy csak így tudunk Jézus Krisztusról beszélni, de nem az lesz a központi témánk, hogy a szent háromságnak a személyei azok hogyan viszonyulnak egymáshoz, vagy hogyan is kell érteni azt, hogy szent háromság, erről majd lesz egy külön adás. Tehát nem erről fogunk beszélni hanem arról fogunk beszélni, két kérdést fogunk körbejárni. Az egyik az, hogy honnan jött Jézus, ennél jobb kérdést nem találtam. Honnan jött Jézus? És a másik kérdés pedig, hogy hogyan van közöttünk Jézus? Hogyan van közöttünk Jézus? Az első részben és az első kérdésre válaszolva arról fogunk beszélni, hogy mi Jézusnak a származása, és a második részben pedig arról fogunk beszélni, hogy milyen tulajdonképpen Jézusnak az Isten és emberi oldalának, most ezt egy kicsit így előrevetítve, az Isten és emberi oldalának a viszonya egymáshoz. Ö, igen. Na most érzitek, hogy itt akadozom. Ez azért van, mert a kimondhatatlant akarjuk kimondani, a leírhatatlant leírni, a megfoghatatlant megfogni. Tehát csak csökevényes emberi szavaink vannak egy olyan misztériumra vagy titokra, arra, hogy Jézus Krisztus az Isten fia, az, hogy ő ember is és Isten is, és hogy ez hogyan van, és mégis mi egy hívők vagyunk, és nem kettő vagy három Isten hívők. Tehát ezek olyan titkok, amelyeket csak egy bizonyos mértékig tudunk megfejteni és lebontani, onnantól kezdve meg csak szét tudjuk tenni a kezünket, és azt tudjuk mondani, hogy innentől kezdve ebben hinni kell. Tehát nem tudjuk lebontani filozófiailag, gondolkodásilag, hanem ebben hinni kell, ez így működik, egyszerűen így van. Mielőtt azonban ezeknek a taglalásába belevágnánk, azelőtt beszélnünk kell arról a környezetről, amiben az egyház volt, és amiben ezek a tanítások, vagy úgy tetszik, dogmák Jézus Krisztus személyéről megfogalmazódtak. Nem kell megijednünk a dogma szótól, bár manapság inkább negatív, a közbeszédben negatív szava, ne vigyél már olyan dogmatikus. A dogma tulajdonképpen hittan, tehát hogy az, amit tanítunk, tehát a hitnek a tartalma, de dogmának kifejezetten azt szoktuk nevezni, amely eszenciális tartalom. Tehát ami tényleg a hitünknek a közepét érinti, hát Jézus Krisztus pont ilyen. Szóval az ő személyével kapcsolatos állítások, azok dogmák. Azok olyanok, amelyek változhatatlanok a szónak abban az értelmében, hogy, hogy egyszer az egyház történetnek egy pontján felfedezték azt, hogy ez így van, tehát ez innentől kezdve nem fejlődik. Tehát abban az értelemben nem beszélhetünk dogmafejlődésről, hogy bizonyos eszenciális dolgokban, mint például Jézus Krisztus személye, nem mondhatunk egyik napról a másikra mást, mint amit eddig mondtunk, mert hogy ezek a dolgok, ezek nem fejlődnek, hanem így vannak, ahogyan a zsidókhoz írt levél is írja, Jézus Krisztus tegnap, ma is mindörökké ugyanaz. Tehát csak abban az értelemben beszélhetünk a dogmáknak a kiteljesedéséről, vagy fejlődéséről, hogy az egyház egyre jobban felfedezi azt, ami már amúgy is létezik. Tehát nem kell félnünk a dogma kifejezéstől. Azok a legszilárdabb alapok a tanításunkon belül, amelyek abban az értelemben fejlődnek, hogy egyre jobban és egyre mélyebben meg tudjuk ismerni őket, de nem változnak. A másik, amiről beszélnünk kell, az az, hogy kellő alázattal és kellő elnézéssel kell rátekintenünk az egyház történetnek az első öt évszázadára, szűk öt évszázadára, amiről beszélni fogunk mert hogy ugye ebben ez volt az a fél évezred, amelyben fölfedezték ezeket a tanításokat. Tehát amikor Jézus fölment a mennybe, és a tanítványok elkezdték vinni az evangéliumot mindenfelé, akkor ott nem volt minden annyira nagyon egyértelmű, mint amennyire most nekünk az. Tartja a mondás azt, hogy óriások vállán álló törpék vagyunk, tehát bár óriások az elődeink, de mi már messzebbre látunk, mert mi már az ő vállukon állunk, mi már tanultunk az ő hibáikból. Tehát alázatot kell gyakorolnunk az előtt a nagy emberek előtt, akik ebben a folyamatban részt vettek, és hát elnézőnek kell lennünk azokkal szemben, akik meg rosszat gondoltak, mert hogy a felfedezési folyamat abban az öt évszázadban zajlott. Tehát nagyon félve is óvatosan fogom használni az eretnekség kifejezést, ami ugye azt jelenti, hogy egy vallásnak, jelesül most a kereszténységnek az alapvető tanításaival való szándékos szembehelyezkedés ugye szándékos és alapvető tanítással való szembehelyezkedés nevezük eretnekségnek. Tehát ezzel nagyon óvatosan fogok bánni, hiszen ebben az időszakban fedezték föl mindezt. Tehát akinek nyilván ez nem volt adott, az, azt nem tekintem eretneknek, mert hát még nem jöttek rá, hogy ez így van. Másrésztről pedig azzal is tisztában kell lennünk, hogy ebben az öt évszázadban nem állt úgy rendelkezésünkre a Biblia, mint ma. Tehát ugye hitünk alapja a Szentírás, és hát az főleg az első pár évszázadban, amikor a, főleg az első három évszázadban, amikor Jézus Krisztusnak, vagy az első négyben, amikor Jézus Krisztusnak a személyéről a legélesebb viták voltak, akkoriban még jó formán nem is volt egyben így a Biblia, mint ahogy most mi ezt egy könyvformátumban megkaphatjuk. Tehát azt tudjuk, hogy a 200-as években keletkeztek a Bibliának az utolsó iratai, vagy hát akkor kerültek ilyen formán írásba, mint ahogyan mi most olvasunk, sok hát nyilván hamarabb keltkeztek, de hogy ilyenkor kerültek írásba, a vita pedig már hamarabb elkezdődött. Volt olyan időszak, amikor mondjuk a Bibliának egyes iratai még nem is voltak írásba foglalva a mai formájukban, mikor már ez a vita zajlott, hogy kicsoda Jézus Krisztus. Tehát mondjuk adott helyzetben ezek a, azok a fogalmak, vagy azok a történetek, vagy azok a mondatok, amelyek ott benne vannak, azok még nem álltak rendelkezésre akkor mindenki számára. Másrésztről pedig meg, ugye általános volt az írás tudatlanság, tehát még ha lett is volna a Biblia, az embereknek a túlnyomó többsége csak arra támaszkodhatott, amit mondjuk a papjaik vagy gyülekezeti vezetőik mondtak nekik. És ők viszont tévedtek, mondjuk mert nem volt kézben a Biblia, vagy csak egyes részé volt a kézben, akkor ott a híveket is vitték magukkal. Ez bizony baj, de hát ezt tudnunk kell ahhoz, hogy jól értelmezzük ezt a kort. És még egyetlen egy dolog, és aztán rátérünk a konkrét témánkra. Az pedig az, hogy nagyon nagy kihívása volt a kereszténységnek az, hogy Jézus személyéről beszéljen, ugyanis két nagyon eltérő környezet az, amit gyakorlatilag mixelni, össze kellett keverni ahhoz, hogy az emberek számára széles körben értelmezhető legyen és érthető legyen, amit Jézusról akarnak elmondani. Mit értek ez alatt? hogy részről volt egy ószövetségi, amely ekkor, ugye az ószövetség már ekkor rendelkezésre állt, tehát az már volt. Tehát volt egy ószövetségi zsidó hagyomány, amely egy egészen konkrét kulturális közeg, a maga szokásaival, rendszerével, nyelvével, stb. Ez volt az egyik oldal. A másik oldal pedig ott volt a római birodalom, és az a hellenista kultúra, a görög-római kultúra, amely ebben az időszakban a virágkorát élte a földközi tengernek a partvidékén, amely egy teljesen más közeg, amelyben viszont a filozófia, a gondolkodásnak a magas iskolája volt a hétköznapoknak a része, legalábbis a gondolkodókat tekintve, nyilván nem az átlag népet, aki ezzel nem foglalkozott, hanem azzal foglalkozott, hogy legyen mit ennie, meg, meg legyen hol dolgoznia, meg ilyesmi. De hogy ezt a kettőt kellett valahogy úgy vegyíteni, hogy ebből egy ilyen harmonikus valami jöjjön össze, és releváns legyen az, amit Jézusról el akarnak mondani. Ezt a kihívást különben gyönyörűen fogalmazza meg Rajsz András professzor úr, az Evangélikus Hittudomány Egyetem nyugdíjazott professzora, aki nekem is tanította a dogmatikát még annó, és ő írja ezt a Magyarország Evangélikus Egyház hitvallási iratai sorozatnak az első kötetében, amely amúgy utoljára, 2020-ban jelent meg, ahol az egyetemes hitvallásokról beszél, az apostoli hitvallás, amiből idéztem, a nícei hitvallás és az atanáziuszi hitvallás, ezekről majd érintőlegesen szó lesz az adásban, amely Jézusról is szólnak. Ő fogalmazza meg az ezekhez írott tanulmányában, hogy idézem, 149. oldal, a kereszténység ebben az időben nem kisebb kihívással szembesült, mint azzal, hogy a hellenista vallásosság és filozófiai gondolkodás világában szólaltassa meg a palesztínai környezetből származó, a zsidóságban gyökerező krisztusi üzenetet. Ugye erről beszéltem eddig, folytatom az idézetet. A roppant kihívás abban állt, hogy a Krisztusba vetett hitet, azaz Jézus Krisztus személyének, az emberi lehetőségeket meghaladó nagyságát, és az általa hozott megváltás isteni erejét úgy fejezzék ki, hogy közben a sok istenhit világában is következetesen megőrzik az egyistenhitet. istenhitet. Idézet vége. Tehát, hogy úgy kellett megszólalnia egy palesztínai származású zsidó vallásban gyökerező monoteizmusnak, egyistenhitnek, hogy az tudjon Krisztusról úgy beszélni, mint Istenről, de közben ne legyen politeista, mint mindenki más rajtuk kívül a római birodalomban. Tehát ne essen át tulajdonképpen a lónak a túls oldalára. És ez egy borzasztó nehéz feladat volt akkoriban. A 150. oldalról idézek tovább. A feladat, amely előtt a kereszténység állt, az volt, miként kell érteni, hogy Krisztus az Isten igéje, zárójelben logosza, majd erről fogunk erről a kifejezésről beszélni, vagy az Isten fia, ugye így is lehet mondani, idézet folytatása, illetve, hogy miként kell a mindenható atyának és a fiúnak egymáshoz való szoros viszonyát úgy kifejezni, hogy közben a monoteizmus, azaz az egyisten hit, Isten egyedül valóságának és egyeduralmának tanítását kétségessé ne tegyék. Tehát, hogy hogy tudják megfogalmazni azt, hogy az Isten hatalma nem kisebb attól, hogy Jézus Krisztus is Isten, és közben nem válik több Isten hívővé a kereszténység, mert hogy nem az. Ja, amúgy belinkelem a magát a könyvnek az elérhetőségét, hogyha meg szeretnétek vásárolni, akkor meg tudjátok vásárolni a Luther kiadóban, támogassátok ezzel is az egyházat, meg az adást is. Oké. Okay. Tehát ez volt az a környezet, és ez az a kiindulási pont, amivel el tudunk indulni, és tudunk válaszolni arra két kérdésre, hogy honnan jött Jézus Krisztus, és hogy hogyan van közöttünk Jézus Krisztus, és így tudunk beszélni arról, hogy mit jelent az, hogy tulajdonképpen ő Isten és ember egy személyben. No, úgy fogunk haladni, tehát az lesz a mai adásunknak a rendje, hogy először is teszünk egy állítást Jézus Krisztusról, hogy ő, hogy ő kicsoda. Ez egy öt pontból álló állítás lesz, amelyet minden platformon, ahol ez az adás megjelenik, ott be fogok tenni a leírásba, tehát érdemes oda legörgetni, vagy lehúzogatni a telefonnal, és megnézni, hogy mi ez az állítás, és utána pedig arról fogok beszélni, hogy a különböző irányzatok az első öt évszázadban mely részét ennek az állításnak tagadták, nem fogadták el, vagy átformálták úgy, hogy az később eretnekségnek vagy hamis tanításnak, ha úgy tetszik, hamis tanításnak minősült. Utána pedig, ez ugye a honnan jött Jézus Krisztus kérdéstre így fogunk válaszolni, a hogyan van közöttünk Jézus Krisztus kérdésre pedig úgy fogunk válaszolni, hasonló módon, hogy szintén teszünk egy állítást azt, hogy Jézus Krisztusban az Isten és az emberi rész, vagy természet, vagy lényeg. Tehát ezt fogjuk használni, hogy természet, vagy lényeg. Jézus Krisztusnak az Isteni természete és emberi természete, vagy Isteni lényege és emberi lényege. Ez szinonimaként használjuk ezt a két szót, hogy lényeg és természet. Tehát, hogy ez a két része Jézus Krisztusnak milyen viszonyban van egymással. Ez a hogyan van közöttünk Jézus Krisztus, milyen viszonyban van egymással, és itt is fogunk tenni egy állítást, amelyben kettő kifejezést használunk arra, hogy ez a két természet milyen viszonyban van egymással, és ott is megnézzük, hogy a különböző emberek, akik tévedtek, mely részét tagadták, vagy hogyan értelmezték rosszul, és hogyan tévedtek tévútra Jézus Krisztus Isten és emberi természetének viszonyával kapcsolatban. Oké. Okay. Tehát kezdjük onnan, hogy az az állításunk Jézus Krisztusról, és akkor itt most az első kérdésre válaszolunk. Tehát honnan jött Jézus Krisztus? Az az állításunk Jézus Krisztusról, hogy Jézus Krisztus egy Isten fia, aki az Atyától született, kettő, ő egy az Atyával, tehát természetét és lényegét tekintve ő Isten, ugyanúgy, mint az Atya, három, de nem azonos az Atyával, mert másik személy négy öröktől fogva létezett, tehát már a jászol előtt is, tehát a földre születése előtt is létezett, és öt emberrélet értünk, tehát testben jött el, emberi testben jött el ebbe a világba. Tehát ez az állításunk, ez az öt állításunk Jézus Krisztusról. Ugye ez utóbbi, az, hogy testélet értünk, ez a, ez a kevésbé hogy mondjam, kevésbé lényeges most abból a szempontból nézve, hogy ezt viszonylag kevesen tagadták, azt, hogy ő testben jött el, mert hogy az hát manapság a XXI. században már történelmi tény, de hát akkor is azért Jézushoz közel, még az egyértelmű volt, hogy ő itt járt közöttünk. Tehát ezt olyan sokan nem cáfolták meg, de inkább a többit, tehát a másik négyet, azt, hogy ő isteni természetű, és hogy ez hogyan is értendő, hogy isteni természetű, azt inkább. Érdemes az elején megnézni, hogy Jézus mit mondott ennek kapcsán. Tehát, hogy ő saját magáról mit mondott. Az ő isteni természetéről mit mondott. Jézus Krisztus sohasem mondta azt, hogy ő Isten. Tehát ezt így nem jelentette ki, hogy ő Isten. Viszont János evangéliumában, most jános evangéliumára koncentrálunk ennél sokkal részletesebben is lehetne a bibliai részéről beszélni, de most nem fogunk, mert inkább az egyház történeti részét fogjuk áttekinteni, meg azért azt is látni kell, hogy nagyon sok minden, amit ma állítunk, az nem explicit módon a Bibliából származik, tehát nincs leírva a Bibliában, hanem a bibliai igék alapján jöttek rá erre emberek, és fogalmazták ezt meg a maguk csekély lehetőségeivel, mint ugye emberek, mint mondtam, a leírhatatlan próbáljuk meg leírni. De Jézus Krisztus azért utalt erre bőséggel, hogy ő, hogy ő Isten, mégpedig úgy utalt rá János Evangéliumának három igét nézzük meg. Az első János 10.30, amiben azt mondja, hogy én is az Atya egy vagyunk. Ez csak egy közvetett bizonyíték, de hát azért már ez eléggé korrekt és világos dolog, hogy én is az Atya egy vagyunk. Aztán János 8.59-ben azt mondja, hogy mielőtt Ábrahám lett, én vagyok. Tehát Jézus azt mondja magáról, hogy ő már létezett. Ábrahám előtt is, és ugye Ábrahám az cirka, most nem tudjuk pontosan, de kb. 1500 éve Jézus előtt élt, tehát ö, ö, ő már akkor létezett, és nyilván nem testben, hanem valahogy valamilyen más formában. És ugye nem véletlen, hogy Jézus úgy fogalmazott, hogy mielőtt Ábrahám lett, 1500 évvel ő előtte, én vagyok, ez az én vagyok, amit itt Jézus mond, ez nyilvánvaló utalás, a kettő Mózes háromban lévő ószövetségi igére, amelyben az Isten úgy mutatkozik, meg az ég, be, úgy mutatkozik be az égő csipkebokorban, vagy az égő csipkebokorból Mózesnek, hogy vagyok, aki vagyok, szó szerint ezt úgy tudjuk fordítani, hogy én vagyok, a vagyok, akit ez bővebben érdekel, hallgassam meg az Isten nevéről szóló adást, abban erről részletesen beszélek. És ott a vagyok ugye a létigének egy ilyen folyamatos módban való létele, és Jézus itt erre utal. Tehát tulajdonképpen ő azt mondta, hogy én vagyok, tehát ugyanazokat a szavakat használt a saját magára, mint amit az Isten használt saját magára az égő csipkebokorból, Mózeshez szólva. És végül pedig János 1.1-ben, János evangéliumának az elején, tehát János 1.1-ben, ahogy gyönyörűen le van írva, amit ugye nem Jézus mond magáról, hanem az apostol ír le, de ott már egészen egyértelmű a dolog, azt mondja, ezért hagytam könnyen a végére, itt mondja, ezt mondja János, kezdetben volt az Ige, ugye itt az Ige nagybetűvel van, ez az a logosz kifejezés, amelyre már utaltam, görögül a logosz az az Ige, és ahol nagybetűvel van írva, ott nem a Bibliára vonatkozik, vagy szent szövegekre vonatkozik az Ige kifejezés, hanem magára Jézus Krisztusra. Tehát azt mondja, hogy kezdetben volt az Ige, és az Ige Istennél volt, és az ige Isten volt. Tehát János evangélista már az evangéliumban, az írásában már egészen konkrétan beszél arról, hogy Jézus Krisztus Isten. Tehát ma, ha 21. századból tekintjük, akkor történelmileg bizonyított tény az, hogy Jézus ember. Jézus beszél magáról, ha nem is explicit, egészen tök konkrét módon így, hogy én Isten vagyok, de egyelővé teszi magát az atyával, egy vagyunk, és már az ő tanítványa már azt arról beszél, akit mi a szent lélektől ihletett szent írónak tekintünk, az ő tanítványa már arról beszél, hogy Jézus Krisztus Isten volt. Tehát így jön össze az, hogy Isten és ember, Jézus Krisztus egy szemében, a bibliai részről, vagy a biblia részéről akarjuk ezt nézni. Na de, honnan jött Jézus Krisztus, vagy hogyan is van ez az egész, hogy ő Isten ember? Még egyszer elmondom az állításunkat, mert útközben megint hozzáfűztem egy csomó mindent, úgyhogy hangozzon el még egyszer az állítás, most már nem számozom be, csak így simán felolvasom ezt a mondatot. Tehát Jézus Krisztus, Isten fia, aki az atyától született, tehát nem teremtetett, született, egy az atyával, természetét lényegét tekintve Isten, de nem azonos az atyával, mert másik személy, öröktől fogva létezett, pre tehát már létezett az inkarnáció földre születés előtt, és emberélet értünk, azaz testben jött a világra. Készítettem egy táblázatot ehhez a mondathoz, amit szintén nagyon remélem. Elvileg a YouTube-on majd a háttérben a képen látszik, a többi platformon meg megpróbálom valahogyan belinkelni valamilyen formában, hogy ezt is lássátok. Ugyanis itt leírtam ezt az állítást, ennek az ö, ezt az öt állítást Jézus Krisztusról, és ide foglaltam azokat a, azokat a tévtanításokat, vagy olyan csoportokat, akik mást mondtak, és hogy ők mely részét ennek az állításnak, mely pontjait értették félre, vagy tagadták teljes egészében. Ha nézitek ezt a ö, táblázatot, akkor ebből már egyértelmű lesz az, hogy, hogy mit hogyan értek de talán, hogyha nem nézitek, mert mondjuk útközben hallgatjátok autóvezetés közben, akkor is próbálom úgy magyarázni, hogy érthető legyen. Tehát, hat eretnekséget, vagy hat évtanítást fogunk megnézni azzal a kapcsolatban, hogy kicsoda Jézus Krisztus. Az első, egy nagyon általános dolog, amely már a gyakorlatilag a kereszténység kezdeti szakaszaiban is ott volt, és hát ma is nagyon sokan így gondolkoznak Jézus Krisztusról, akik nem hívők, illetve a zsidóságnak és az iszlámnak is valamilyen formában egy Jézusról szóló tanítása ebbe a vonalba, vagy ebbe a, a, a téves gondolkodásba illeszkedik bele. Erre, ennek nem adtam külön nevet, mert ez egy nagyon általános dolog. Itt az elején gyorsan lerendezünk, aztán beszélünk a konkrétabb dolgokról. Ez az a gondolkodásmód Jézus Krisztusra, aki azt mondja, hogy ó, hát Jézus Krisztus egy nagyon jó tanító, nagyon szép dolgokat mondott, lehet tök jól élni, úgy, ahogyan ő ezt elmondta. Talán még azt is elhiszik, hogy az Istentől jött, tehát az Istennek valamiféle nagy embere, tanítója, profétája, vagy akárki-e. De amit tagadnak, ami nagyon fontos, hogy ők tagadnak, az az, hogy, hogy ő nem az atyától született, hanem ugyanolyan ember, mint amilyenek mi vagyunk nyilvánvalóan ő nem Isten, és bár lehet, hogy értünk jött el a világba, de hát ő akkor sem az isteni részét az teljes mértékben tagadják, mindenfajta formában tagadják, hogy normál ember volt, aki az Istennek a nagy tanítója, vagy profitája, vagy csak akár, még hogyha Istenben sem hisznek, tehát az ateizmusnak egy bizonyos, az ateistáknak egy bizonyos része is elismeri Jézust, mint egy nagy erkölcsi tanítót, vagy, vagy nagy kultúra alkotó szemét. Ugye ez is egy tévtanítás tulajdonképpen, mert hát ugye nem fogadja el Jézus Krisztusnak az isteni létét. De hát ez a legáltalánosabb. Erről ennyit is talán. A következő már nagyon érdekes, ugyanis az első között volt a kereszténységnek a századaiban, már az első, a második századnak a legelején már feltűntek Uh, és mit kicsit, kicsit, majd revidálom is magamat, hogy Jézusnak az embersége annyira nem kérdés, mert hogy az első nagy tévtanítás Jézus Krisztusnak a személyével kapcsolatban, az én listámban, nem tudok nyilván mindenkit listázni, tehát arra nincsen idő, de mondjuk az én listámban az elsők pont olyanok, akik a, a testét tagadták, az, hogy Jézus Krisztusnak valódi teste volt. Ők az úgynevezett doketisták, a doketizmus azt jelenti, hogy doke úgy tűnik, úgy látszik, mintha, de nem. Tehát látszat teste volt Jézus Krisztusnak. Ők azt mondták, hogy oké, okay, Jézus Krisztus Isten fia, Isten akár akármi, de amit ők tagadnak, az az, hogy ő neki valódi teste volt. Ezért beszéltem én a bevezetésben a hellenista kultúráról, ahol a szellem és a lélek, az piedesztára volt emelve, hogy milyen fantasztikus dolog a szellem is, hogy a test és az anyag, az egy rossz dolog, amelyből szabadulni kell. A kereszténységet is sokszor megkörnyékezte az a dolog, hogy a testet rossznak tartsa a lelket, meg jónak. És hát ők a doketisták maxolták ki ezt teljes egészében, akik egyszerűen nem tudták elfogadni a maguk hellenista filozófiai gondolkodásával, ahol a szellem és a lélek van a toppon a test, meg csúnya, rossz, gonosz test, hogy mi az, hogy az Isten testé lesz. Hát ez elfogadhatatlan. És ők azt mondták, hogy Jézus Krisztus testben jött el, de ez csak egy látszattest volt, nem igazi fizikai test, hanem látszattest volt és ő látszathalált halt, csak a sztorinak a kedvéért, amúgy, meg ő neki nem volt igazi teste. A következő társaság az, az pedig azt mondta, őket nevezzük modalisztikus monarchistáknak, vagy modalisztikus monarchizmus. Ugye a monarhisták nem azok voltak, akik királyságot akartak állítani, tehát nem összekeverendő mondjuk az első világháború utáni monarchistákkal, akik vissza akarták hozni a Habsburg uralkodót az első világháború után, meg mit tudom én, tehát nem nem, nem, nem erről van szó, hanem akik Istennek a monarhiáját, azaz a hatalmát, a hatalom gyakorlását féltették. Tehát attól féltették az Istent, hogy ha azt mondjuk, hogy Jézus Krisztus is Isten, akkor azzal az Istennek a hatalmát csökkentjük. És ők úgy tekintettek a Szent Háromságra, de megint mondom, ez egy nem Szent Háromsági adás, de úgy tekintettek a Szent Háromságra, mint ugyanannak az Istennek a különböző halmaz állapotaira. Modalisztikus monarchizmus, azaz Istennek a hatalma megnyilvánul különböző módokon, ugye erre utal a modalisztikus kifejezés. Tehát ezt úgy kell elképzelni, hogy ők azt mondták, hogy az Atya, a Fiú és a Szentlélek az ugyanaz az Isten, tehát ők azt mondták, hogy igen, ugyanaz az Isten, tehát természetét tekintve Jézus Krisztus is Isten, de ő nem született az Atyától, meg nem más ő, hanem ő tök ugyanaz. Tehát mi egy Istenről beszélünk, aki az ószövetségi időkben Atyaként volt jelen a világban, amíg Jézus Krisztus itt a Földön volt, addig Jézus Krisztus formában volt jelen a világban. És aztán pedig a szentlélek eljövetel után, apostolok cselekedények második könyve, ugye a, a pünkösdi ünnep, tehát az első pünkösd a szentlélek kitöltése, kitöl, <coughs> kitöltetése pontosabban, óta pedig szentlélekként van jelen a világban. Tehát az Isten csak más formában, talán a halmaz állapot jó kifejezés itt, hogy olyan, mint a H2O, hogy... Hogy, hogy, van jégformátumba, vízformátumba, meg gőzformátumba, de, de, hogy, de hogy ezek, ez úgy mind ugyanaz az Istent jelenti tulajdonképpen. És ebben ugye az a problematikus, ez még akár szimpatikusnak is tűnhet, de ebben az a problematikus, hogy mi azt tanítjuk, hogy ők, hogy, a, hogy az Isten az három személyben létezik, tehát Jézus Krisztus is Isten, de ő nem tök egyforma, egy mert ő egy másik személy, mint az atya, de ettől függetlenül ő ugyanolyan Isten, mint az atya. Tehát ezt a fajta misztériumot, titkot, ezt a kimatekolhatatlan helyzetet ők nem tudták elfogadni, és éppen ezért erre a halmaz állapot dologra redukálták, mondjuk így, Jézus Krisztusnak a szemét is, tehát ők azt mondták, hogy ők ugyanaz az, akitől az Ószövetség atyaként hivatkozik, csak éppen itt egy másik formában. Ugye, ami miatt a halmazállapot nem egy jó analógia erre, az az, hogy, túl, hogy, hogy, adott esetben tud létezni jég meg víz együtt, meg víz meg gőz együtt, hiszen ha felteszünk egy fazék vizet forni, akkor ott gőz is keletkezik, tehát kvázi egyszerre tud lenni. De ugye a modalisztikus monarchizmusban ezek szakaszok, tehát nem tud egyszerre lenni a kettő. Tehát vagy atya formában, vagy fiú formában, vagy, vagy uh, szent lélek formában létezik az Isten. De ez megint, ez, ez nincs így, ez nincs így. A következő társaság, akik szintén tagadják Jézus Krisztusnak az istenségének valamely részét, ők pedig az úgynevezett adopcionalisták. Az adopcionalizmus, az az örökbefogadás, az azt jelenti, hogy ők tagadják azt, hogy Jézus Krisztus Isten tehát az, ami a János evangéliumában le van írva, hogy ő, ő volt az Isten, is kezdetben az Istennél volt, tehát ezt ők tagadják, és azt mondják, hogy Jézus Krisztus, az tulajdonképpen egy ember volt, aki megszületett ebbe a világba, és őt az atya egy bizonyos pontján az ő életének örökbe fogadta, és tulajdonképpen az ő erejével megistenítette Jézus Krisztust. Tehát Jézus nem létezett a, az ő földre születése előtt, hanem egy normál emberként indult el, és az atya akaratából pedig ő mondjuk azt, hogy a Szentlélek által, vagy az Isteni ereje által, vagy bárhogyan máshogyan, de ő megistenítette Jézus Krisztust. Tehát ők azt mondják, hogy Jézus Krisztus egy teremtmény, hiszen ugyanolyan ember, mint amilyenek mi vagyunk. Ő valóban Isten, mint az atya, de ez nem volt az övé már az idők kezdete előttől kezdve, hanem egy bizonyos ponton ezt ajándékba kapta az Istentől. Általában a megkeresztelkedésnek a, a, pillanatát mondják azt, ugye Máti Evangéliumának harmadik fejezete például, ott, hogy Jézus megkeresztelkedik, és ott leszól az atya a mennyből, és azt mondja, hogy ő az én szeretett fiam, akiben gyönyörködöm. Tehát ez a mondat, amikor elhangzik, akkor fogadta örökbe tulajdonképpen, és akkor istenítette meg Jézus Krisztust, aki így nem saját jogon, mint az egyszülött Isten fiú, a fiú Isten, hanem mint az atyától kapott külön erő mentén tudta elvégezni a világnak a megváltását. A következő társaság, akit ketté bontottam, ugyanis az arianizmus, egy Arius, vagy Arios, vagy Areios nevű úriembernek a nevéhez kötődik, ez már a 300 éveknek az elejér járunk most, és ő volt egy olyan egyházi vezető, aki újra földobta azt, hogy vajon mennyire Isten Jézus Krisztus. Hogy, és ő azt mondta, hogy őt nem lehet olyan Istennek tekinteni, mint az atya. Tehát tagadta Jézus Krisztusnak az istenségét, és ő eredetileg azt mondta, hogy Jézus Krisztus az egy teremtmény, tehát nem született az Atyától, erről majd fogunk kicsit később beszélni mindjárt, hogy ez hogyan is, meg mint is, már amennyire tudunk róla beszélni. Tehát, hogy ő, hogy ő nem, nem, nem az öröktől fogva létezik az Atyával együtt, mondjuk a Szent Háromságnak a, a rendszerén belül, hanem őt még az időteremtése előtt egy ponton az Isten megteremtette, egy különös kegyelmi állapotra teremtette, amelyben ő nem Isten, mint az atya, de több is, mint ember. Tehát tulajdonképpen egy ilyen köztes lénynek képzelte el Árius, Jézus Krisztust, aki egyfajta átmenetet képez az ember és az isteni természet között. És ő hajlandó volt Istennek tekinteni Jézus Krisztus, de hogyha leírta, akkor ő ezt kisbetűvel írta le. És ezt most nekünk furcsának hathat, hogy az atyát ő nagybetűvel írta le, mint Isten, Jézus Krisztus pedig, mint Isten írta le, de kisbetűvel. De látnunk kell, hogy mi még mindig, tehát itt a kereszténység még mindig nem a többség a római birodalmon belül, tehát itt politeista, azaz több Isten hívő vallásoknak a tömegében vagyunk. Ott ez marhára nem volt extra dolog, hogy azt mondjuk, hogy van egy nagyobb rangú Isten, meg egy kisebb rangú Isten. És Arius számára a monoteizmus megmaradt azzal, hogy ő csak az atyát tekintette Istennek, de egy alacsonyabb rangú Istenke, vagy kisebb rangú Istenként képzelt el tulajdonképpen Jézus Krisztust. Akit az Isten megteremtett, tehát ő teremtménynek tekintette, már pedig mi azt állítottuk Jézus Krisztusról, hogy ő nem teremtmény, és azt mondta, hogy ugyanaz idő megjelenése előtt teremtette, tehát a világ teremtése előtt teremtette Jézus Krisztust, ezért beszélhet János evangélista arról, hogy, hogy Jézus Krisztusra nézve teremtetett minden más, de ettől még ő is teremtmény. Ugye ez volt Áriusnak a gondolata, és aztán ez fordult át abba, hogy az ő követőinek a nagy része már nem tudta ezt a kisbetűvel Isten, nagybetűvel Isten köztes lény dolgot, így ezt nem tudta a nép így ilyen cizelláltan elfogadni, hanem egyszerűen simán azt mondta, hogy Jézus Krisztus nem Isten, hanem csak teremtmény az kész. Ennél tovább nem fejtették ki. És körülbelül ebben a formában maradt föl az arianizmus még több mint 300 évig. Mármint, hogy mai napig létezik az arianizmus ilyen-olyan-olyan olyan formában. Tehát azért vannak ma is, akik azt mondják, hogy Jézus Krisztus teremtmény, aki különleges teremtménye az Istennek. Vannak olyan felekezetek, sőt magukat kereszténynek mondó felekezetek is, na most ebben nem menjünk bele bőséggel, bővebben, de vannak ilyenek. De hát ez elenyésző kisebbség ma, tehát tényleg szinte, szinte, szinte elhanyagolható. De, de hogy ez a 300-as évek elejétől kezdve, egészen a 600-as éveknek a végéig, volt olyan pont többször is az egyház történetében, hogy majdnem Ariánus lett a kereszténység. Tehát, hogy többen voltak az Ariánus hívők, mint a, az igazi tanításban hívők. Paraszthajszáló múlott néha a dolog különben. Főleg itt a 300-as években, a második negyedében, illetve a 600-as éveknek a közepetáján csak paraszthajszáló múlotta a dolog. És ugye az arianizmus az, ami leginkább megosztotta a kereszténységet ebben az időszakban, Ugye itt a 300 éveknek az első negyedében, illetve első, második negyedében járunk, ekkor még nem államvallás, de már legális a kereszténység. Ugye eddig nem volt az. A 300-as évek elejétől kezdve, 313-tól kezdve legális a kereszténység, nagy Konstantin császárnak a rendeletéből, aki szimpla politikai érdekből úgy gondolta, hogy itt van egy egyre jobban terjeszkedő vallás, akit, ha magunk mellé állítunk, akkor azzal mi egységet tudunk teremteni a birodalomban. És hát Ebben az időszakban kezdődtek el az úgynevezett egyetemes zsinatok, azaz az egész egyházra kiterjedő egyházi gyűlések, ahol például ezeket a dolgokat már le lehetett fektetni, hogy kicsoda Jézus Krisztus. Tehát egészen eddig csak teológusok meg pártok vitatkoztak egymással, hogy akkor te hogy gondolod, én hogy gondolom. Tehát nem volt ez lefektetve, hogy aki keresztény, azt, ezt így gondolja. Az innentől kezdett el, kezdődött el az egyetemes zsinatoknak a korától kezdve, amelyből is az első a 325-ös nyícában, a mai Törökország területén, kis tartották ezt a egyetemes zsinatot, ahol például az arianizmus volt, magárius is ott volt ezen a zsinaton, az arianizmus volt a téma, hogy vajon erről mit gondolunk mi. És ott volt ugye Konstant, nagy Konstantin császár is, aki ebben névleg elnökölt ezen a zsinaton, Há, nincs új a nap alatt, nincs új a nap alatt. Akkor is sokan politikailag próbálták meg használni az egyházakat és politikai célokra az egyházat és a kereszténységet, és ez ma is nagyon sok helyen így van. Zárójelbe bezárva. Tehát Nagy Konstantin volt az, aki összehívta ezt az egyházi gyűlést. A célja nem az volt, hogy tiszta tanítást találjátok már, hogy mi az igazi tanítás. Nem ez volt a célja, nem az volt a célja, hogy megőrizze az egyháznak az egységét, mert ugye maga mellett akarta tartani az egyházat, egy egységes egyházat, egy egységes birodalom érdekében. De nyilván ez kapóra jött, hogy pont a Árius időszakában volt ez az Istennek a hatalmas kegyelme, hogy ekkor le tudták tárgyalni ezt a kérdést, hogy vajon Jézus Krisztus teremtménye, vagy nem teremtmény, mert ugye ez volt itt a nagy kérdés, tehát hogy teremtménye, vagy nem teremtménye, egy az atyával, vagy nem egy az atyával. És ez volt az a zsinat, ahol ezt nagyon erősen tárgyalták, és végül a zsinat azt a határozatot hozta, hogy Jézus Krisztus az az Istennel egylényegű, és nem teremtmény, hanem született az atyától. És ugye ezt a határozták kifejezést, ezt nem úgy kell érteni, hogy ők ezt kitalálták, hanem azt, hogy az Isten jelenlétében sokat imádkozva, sokat vitatkozva, és a Szentlélekben bízva megpróbálták leírni a leírhatatlant. És ezt ők megtették, és mi hiszünk abban, hogy őket ihlette ebben a Szentlélek, az egyetemes zsinatok tekintetében, amelyből ugye ez volt az első, a nícai vagy nikaiai zsinat, amely egy hitvallást is megfogalmazott. Ezzel kapcsolatban, amelyet a következő zsinaton, a Konstantinápolyi zsinaton véglegesítettek. Most akkor felolvasnám a nícai hitvallásnak a, egy részletét, nem az egészet, csak egy részletét, a Jézus Krisztusról szóló részletét, amelyet ugye a nícai hitvallásnak nevezünk, de ugye, mint mondtam, két zsinaton, az első nícain nice és utána a második egyetemes zsinaton, a Konstantinápoin egészítették ki és öntötték ebbe a végleges formába, de mi nícai nice hitvarásként szoktunk rá hivatkozni. Hogyha valaki evangélikus, akkor nyugodtan előveti az énekes könyvét, és hogyha jól emlékszem, akkor valahol az elején benne van az első, hát nem is tudom, mindegy, valahol az elején a bevezetős bevezetés részben, vagyott az Isten tiszteleti liturgiáknál ott, ott van a nécai hitvallásnak a, a, szövege. Olvasom a szöveget, hogy mit fogalmaztak meg Jézus Krisztusról. Hiszünk egy Istenben mindenható atyában, mennek és földnek minden láthatónak és láthatatlanak alkotójában. Ez így ugye az atyáról van szó. Most jön szó Jézus Krisztusról. És az egy úrban, Jézus Krisztusban, Isten egyszülött fiában, aki az atyától született minden idő előtt. Isten az Istentől, világosság a világosságtól, valóságos Isten a valóságos Istentől, született és nem teremtetett. Egy lényegű az atyával és általa lett minden, aki értünk emberekért és ami üdvösségünkért leszállott a mennyekből, megtestesült szentlélektől és szűzmáriától és emberré lett. Eddig az idézet, ez csak részlet a hitvallásból. Tehát itt láthatjuk, hogy gyönyörű szépen megjelennek azok az állítások, amelyeket mi az adás elején megtettünk Jézus Krisztusról. Azonban itt ugye van egy nagy kérdés, és most itt érünk lassan már végéhez érünk az első kérdésünkre való válaszadásban, tehát hogy honnan jött Jézus Krisztus. És ez pedig az, hogy mit jelent az, hogy Jézus Krisztus született, illetve származik az atyától. Mert ez éles ellentétben van azzal, hogy teremtetett. Tehát ő nem teremtmény, hanem született az atyától. És ugye itt áll vagy bukik minden, hogy vajon hogyan tekintünk Jézus Krisztusra, mint Istenre. És ahhoz, hogy ezt megértsük, ahhoz egy másik hitvalláshoz lapozunk oda, amely még a négyszai előtt született, ugyanis a tiszta tanítást hívők, vagy azt követők, ahogy az Áriusz és követőivel szemben már ugye felkészültek a nécai zsinatra, és már előre megfogalmaztak egy hitvallást, hogy mi ezt fogjuk képviselni ott. És abban pedig azt így beszélnek Jézus Krisztusról. Úgy mondják részlet, hinni az egy úr Jézus Krisztusban, az egyszülött fiúban, aki nem a nem létezőből lett, hanem az atyától. De nem mint alkotás, hanem mint sajátos ivadék, aki kimondhatatlan és leírhatatlan módon szülött, mert egyedül az Atya, aki szülte, és a fiú, aki született, tudja, hogyan. Itt leírják azt, hogy mit jelent az, legalábbis amíg meg tudják fogalmazni, hogy Jézus Krisztus született az Atyától. A különbség a teremtmény és a születés, a teremtés és a születés között az, hogy az Isten, és mi ezt vagyok hívő emberek, hogy az Isten a semmiből teremtett, latinul úgy mondjuk creatio ex nihilo. De itt ebben a hitvallásban ezek az atyák, mondjuk így, ezek az akkor élt püspökök, teológusok úgy fogalmazták ezt meg, hogy Jézus Krisztus nem a semmiből lett, tehát ő nem teremtmény, hanem az atyától lett. Tehát ezt úgy kell elképzelni, most egy nagyon rossz példát fogok hozni, de csak hogy jobban értsük, ezt úgy képzeljük el, mintha van egy kőműves, aki házat épít. És ha a kőműves megépíti a házat, az egy teremtés, az egy produktum, amit ő hoz létre. Viszont az ő gyermeke, aki ő belőle származik, az viszont DNS-ében hordozza magában az ő apját. Tehát úgy viszonyul egymáshoz a teremtés és a születés, mint a kőművesnél az ő gyermeke és az épített háza, és ezt rávetítjük, ezt a nagyon rossz és gyenge példát az Istennek a személyére és Jézus Krisztusra, akkor mi az Isten alkotása, azaz az a kőművesnek a háza vagyunk, Jézus Krisztus pedig született az Atyától. Tehát vele egy lényegű, mondjuk így, hogy lelki szempontból a DNS-ét hordozza de mondom, ez megint nagyon gyenge példa, csak a jól érthetőség kedvéért mondom ezt. És hogy erről bővebben nem tudunk beszélni. Tehát ők is ott nyomatékosítják ezt, hogy sajátos ivadék, aki kimondhatatlan és reírhatatlan módon született, mert egyedül az atya, aki szülte, és a fiú, aki született, tudja hogyan. Pont. Ennyi. Ennyi tudunk elmondani. Tehát született az atyától, nem teremtetett, de az, hogy ez bővebben hogyan történt meg, azt nem tudjuk. Tehát akkor itt az első kérdésre való válaszunknak a végén térjünk vissza arra az állításra, amit tettünk. Tehát, hogy Jézus Krisztus az Isten fia, aki az atyától született, tehát nem teremtmény, aki egy az atyával, tehát természetit, lényegét, kőműves DNS-ét tekintve Isten, de nem azonos az atyával, tehát ő egy másik személy, aki öröktől fogva létezett, tehát már létezett az is, mielőtt ide született a földre, nyilván, és ő emberré lett értünk, Testben jött el, valóságos, igazi fizikai húsvér, testben jött el hozzánk. Tehát akkor most rátérhetünk a második kérdésre. Ugye az első az volt, hogy honnan jött Jézus. Jobb megfogalmazás, ilyen ez volt az első kérdésünk. A második kérdésünk pedig az, hogy hogyan volt, vagy hogyan van Jézus közöttünk. Hogyan van Jézus közöttünk? És ez a kérdés tulajdonképpen azt akarja, hogy az adás első felében tárgyalt tényt, mi szerint Jézus Krisztus, Isten és ember egy szemében, aki az atyával egy lényegű, azonos természetű, de emberi testben jött el ebbe a világba, és ezt a két természetet egyesítette saját magában, ez a két természet, amely Jézus Krisztusban egyesült, ez vajon milyen viszonyban van egymással? Hogyan viszonyul egymáshoz Jézus Krisztusnak az isteni természete és az emberi természete? Ez azért nagyon fontos, mert ennek a két természetnek úgy kell viszonyulni egymáshoz Jézus Krisztuson belül, hogy hát kell, hát ki vagyok én, hogy meghatározom, hogy mit kell, vagy mit nem, de hogyha logikusan végig gondoljuk, amennyire végig lehet gondolni, tehát, hogy ennek a két természetnek úgy kell viszonyulnia egymáshoz, hogy ne sérüljön se az ember léte, vagy emberi természete Jézusnak, se az isteni természete. Tehát, hogyha valóban ő Isten és ember egy szemében, akkor ez csak úgy valósulhat meg, hogyha száz százalékban Isten és száz százalékban ember egy szemében, mert hogyha valamelyik nem százszázalékos, akkor már nem tekinthető Jézus Krisztus Istennek, ha mondjuk az Istensége csak 80 százalékos, a maradék 20 meg az ember, akkor, akkor nem tekinthető. Illetve fordítva is, hogyha az Istenségéből kellett valamit leadnia, vagy én nem is inkább leadnia, mert az megint más tészta, hogy mit ad le, meg mit nem önként, vagy mit függesz fel, és mit nem önként, ugye gyönyörű a Pálapostolnak a filippi levelében, a mástik fejezetben, a Krisztus himnuszól azt mondja, hogy nem tekintette zsákmánynak, hogy egyenlő Istennel, hanem szolgai formát vett föl. Az, hogy ő mit ad le a saját természetéből, vagy mit nem használ belőle, az más tisztat. Tehát, most akkor visszatérve, száz ember, és 100%-ban Isten, mert hogyha valamit elveszít, nem lehet, elveszít az Istenségéből azáltal, hogy ember lesz, akkor ő már nem Isten. Mert akkor, mert akkor már nem tekinthető Istennek. Tehát vagy száz százalék, vagy nem az. Vagy igen, vagy nem. Illetve ugyanez vonatkozik az emberségére. Tehát, hogy ő nem száz százalékban ember, akkor a megváltás művében ő nem volt benne emberként, már pedig a megváltásnak pont az a lényeg, hogy az Isten emberré lett, és ezáltal munkált ki nekünk az üdvösséget, tehát, hogy utat csinált nekünk embereknek, mert ha ezt csak egy Isten tudná úgymond megcsinálni, most mondom itt sok idézőjelbe is egyszerűen, akkor mi nekünk embereknek esélyünk sem lenne, de mivel ő emberként is volt ebben az egészben, ezért van nekünk lehetőségünk az üdvösségre. Tehát ezért nagyon fontos az, hogy ő száz ember és száz ban Isten egy szemében, és ez a két természet valahogy úgy viszonyuljon egymáshoz, hogy az ne sértse sem egyiket, sem pedig a másikat. Ebben az esetben is ugyanazt fogjuk, azt a metodikát fogjuk, vagy módszert fogjuk használni, mint az előzőnél. Teszünk egy állítást Jézus Krisztusról. Itt most csak kettő állításunk lesz vagy hát két pontos lesz ez az állítás, és aztán megnézzük azokat az első öt évszázadban keletkezett, de azóta is valamely részük, vagy valamely csoportok azóta is erősen a kereszténységben létező, deklaráltan létező csoportokat, akik rosszul gondolták ezt valami oknál fogva, vagy azt az állítást, amit mi most teszünk, amit a igaz keresztény tanításnak fogadunk el, azt valamilyen módon megsértették azzal, hogy vagy nem úgy gondolták, nem úgy értelmezték, vagy éppen tagadták. Az állításunk a következő, amely két része lesz, nem úgy öt, mint az előzőnek, hanem csak kettő. Tehát az állításunk a következő, Jézus Krisztus teljes ember és teljes Isten egy szemében, és ez a két természet vagy lényeg, tehát a, az emberi természet és az Isteni természet vagy emberi lényeg, és isteni lényeg, tehát e két természet, egy, nem keveredik, és, és ez a második, szétválaszthatatlan. Tehát nem keveredik, és szétválaszthatatlan. Látszólag ez ilyen agytornának, meg szőrszál hasogatásnak tűnhet, de majd meg fogjuk látni, hogy ez miért nem az, ugyanúgy, hogy az előző etap, vagy hát az előző, kérdésre adott válaszaink sem csupán szőrszálhasogatások hasogatások vagy filozófiai nüanszok, hanem a hitünknek a lényegét érintik. Tehát Jézus Krisztusban az ember és az isteni természete nem keveredik és szétválaszthatatlan. Ugye nagyon nehéz elfogadni azt itt is, ugyanaz az alap problematika, hogy valami olyat akarunk megmagyarázni, amit nem tudunk. Éppen ezért nagyon nehéz dolog valamit állítani ezzel kapcsolatban, ami nagyon konkrét ezt az állítást, amit mi most tettük, tehát hogy ez a két természet nem keveredik és szétválaszthatatlan, ezt nem tudjuk nagyon magyarázni. Hanem ezek olyan tények, amelyek, hogyha sérülnek, akkor veszük észre, hogy valami baj van. Tehát nem tudjuk lebontani ezt kisebb egységekre is, külön nüanszaiban vagy részleteiben magyarázni, hanem ha látjuk azt, hogyha ezek az állítások csorbulnak, akkor az egész rendszer csorbul. És ugye azért nem tudunk tovább menni ennek a magyarázásában, mert egyszerűen nem, nincs tovább. Tehát nincs az emberi gondolatnak az a kapacitása, amely ebben tovább tudna menni. Jó, persze nyilván egy kicsit biztos, hogy tovább tudnánk menni, mert egy kicsit jobban le tudnánk bontani, és vannak is olyanok, akik ezt egy kicsit jobban lebontották, de érdemben nem tudnak többet állítani, mint hogy ez a két természet Jézus Krisztusban nem keveredhet, és, nem, és szétválaszthatatlan, tehát nem lehet szétválasztani hát az első csoport az úgynevezett Nestoriánusok, akiknek a vezetőjük Nestorios, vagy Nestorius. ez az úri ember azt mondta, hogy már pedig Jézus Krisztusban ez a két természet válik, mert az nem létezik, hogy ez megtörténhet, hogy ember és isteni egy szemében, ezért ezt valamilyen formában szét kell választani, és úgy fogalmazta meg, hogy tulajdonképpen isteni lélek van emberi testben, mintha egy templomban lenne. Tehát minthogy az isten jelen van a templomban, ugyanúgy az test templomában mondjuk így jelen van az isteni lélek. És ebben az az izgalmas, hogy ő úgy próbálta meg, nem uh, sérteni Jézus Krisztusnak az emberségét, emellett, hogy azt mondta, hogy tulajdonképpen ott van neki valahol az emberi lelke is, de mellett ott van egy isteni lélek is az emberen belül. Tehát egyfajta ilyen skizofrén vagy kettős személyiséget feltételezett Nestorios perszőne, ő nem használt ezeket a kifejezéseket, meg én most csak így sarkítok, hogy értsétek. Tehát azt mondta, hogy tulajdonképpen, mintha két személyiség, két teljesen különálló személyiség létezett volna Jézus Krisztusnak az emberi testében. És hát Storiusnak a követői, arra most pontosan nem emlékszem, hogy ő tette így, de a követői az egészen biztos, olyannyira szétválasztották ezt az Isten és emberi részét, hogy a Bibliát is elkezdték két részre szétválasztani, hogy vajon melyik részét tehet, tehát az evangéliumnak, a Jézus Krisztus történetnek mely része az, ahol a, az, emberi, az emberi Jézus cselekszik, és melyik része az, ahol az isteni lélek, aki benne van ebben az ember Jézusban, az mond vagy tesz valamit? Tehát így leválogatni a bibliai igéket, szakaszokat, történeteket, hogy ez csak az ember Jézus tette, ez annyira nem fontos, az pedig az isteni lélek tette az ember Jézusban, és akkor az, az, meg, az meg fontos, vagy az meg lényegesebb, vagy ilyesmi. Tehát egyfajta ilyen skizofrén állapotot képzelt el, hogy hol egyik hol másik személyiség az, amely cselekszik Jézus Krisztusban. És hát azt mondta, de talán, talán ezt ő is mondta, de a követő biztos mondom mert most kifejezetten nem emlékszem, és nem találtam erre utalást, csak emlékszem így rá még korábbi tanulmányaimból. Talán azt is mondta, hogy amikor Jézus imádkozik, akkor tulajdonképpen az ő emberi oldala imádkozik az ő isteni oldalához. Tehát ilyen nagyon furi dolgot képzelt ő el. Mindezenek ellenére elég jól tartotta magát ez a dolog egy bizonyos ideig. Tehát Nestoriosszal az volt a probléma, hogy ő ott mondott ellent a mi állításunknak, miszerint ez a két természet nem keveredik és szétválaszthatatlan, hogy szétválasztott ezt a két természetet. Tehát, hogy azt mondta, hogy ez gyakorlatilag önálló entitásként él párhuzamosan egymás mellett a kettő, tehát itt nem egy szeméről, szinte már azt lehet mondani, hogy nem egy szeméről van szó, hanem két szeméről van szó Jézus Krisztusban. A következő úriember, majdnem, pont, vagy hát nem, majdnem, pont az ellenkezőjét állította, mint amit Nestorius ő pedig azt mondta, hogy ez a két természet, Jézus Krisztusban az Isten és az emberi természet, az keveredik. Keveredik. Azt mondja, hogy egy te, latinul úgy mondja, tercium quid, azaz egy harmadik valami, tehát egy harmadik valami keletkezett azáltal, hogy Jézus Krisztus ide született a Földre, tehát ő tulajdonképpen már nem is isteni természettel rendelkezik, meg nem is emberi természettel rendelkezik, hanem egy harmadik természet jött létre, amelyet ő Krisztus természetnek, új természetnek vagy új lényegnek nevezett, és azt mondta, hogy ez a harmadik valami az, ami, ami, itt létrejött, és neki más természete van, tehát nem emberi, nem isteni, hanem Krisztus természete van. De ez sem igaz, mert akkor itt megint ugyanott vagyunk, a probléma pont ugyanaz, mint a Nestorios hogy hogyha nem százszázalékban isteni és 100%-ban ember, akkor egyrészt valamelyik sérül, másrésztről pedig meg, akkor a akkor az ember, is, az ember számára nem lehetséges az üdvösség önmagában, már mint úgy érte az önmagában, mert nyilván nem magától üdvözöl az ember, hanem az Istennek a segítségével, de hogy az emberi természet alapvető akadálya lenne, tehát ha valaki ember, akkor már arra lenne predestinálva, hogy ne tudjon üdvözölni, ami pedig nonsens, mert nyilván Jézus Krisztus azért jött el, hogy üdvözítsen bennünket. Tehát ez sem működik. A harmadik ember az eutükhész, aki már tovább ment, mint Kürilosz, ugyanazon a vonalon mozgott, mint ő, csak emellett a harmadik valami mellett azt mondta, hogy tulajdonképpen ebben a harmadik valamiben, tehát ebben a Krisztus természetben nem csak, hogy a lelke nem volt sem isteni tulajdonképpen, sem emberi, hanem egy harmadik, hanem a teste sem volt tulajdonképpen már igazi test. Tehát Eutükhész még tovább ment, és azt mondta, hogy hogy, hogy féltve az isteni természetet, hogy, hogy a teste sem volt igazi. Tehát létrejött egy harmadik természet, a Krisztus természet, amelyben az ő számára nem volt az probléma, hogy keveredett, mert ő szerint ettől még nem sérült a, az emberi természet sem, és az isteni természet sem, viszont az isteni természet sérült volna akkor, hogyha a fizikai testben jött volna el, ezért ő nem, nem volt igazából fizikai testet, tehát itt egy kis doketizmussal megfűszerezte még Kyrillosznak a harmadik valami tanítását, és ez a fajta gondolkodásmód, tehát amíg a Nestorius az ugye nagyon szétválasztotta ezt a két természetet természetellenes módon, hogy így mondjam, Kyrillos meg Eutükhész pedig összemosta ezt a kettőt, ez a fajta összemosás ez lényegesen hosszabb életűnek és sikeresebb gondolatkörnek bizonyult, mint a szétválasztás. Ugyanis a 400-as években több egyház volt, akik Kyrillos és Eutükhész mentén, de már nem az ő követőjékként, hanem egy kicsit átformálva ezt a tanítást, mono vagy mi a fiziták lettek, azaz egy természet, és, vagy lények, teljesen mindegy természet és lények, tehát egy természetűnek mondták Krisztust. Ez pedig azt jelentette, hogy az isteni természet lakozott az emberi testben. Tehát tulajdonképpen, mintha kicsit kettőt keverték volna, azt lehet mondani, de főleg Körülöse és Eutükhész mentén, tehát nestorius átvették azt, hogy az isteni lélek az emberi testben, mint templomban, de nem szétválasztották ezt, hanem nem esetszerűséggel letagadták, vagy hát elvetik, mind a mai napig elvetik az emberi természetet, lelki szempontból az emberi természetet Jézus Krisztusban, és azt mondják, hogy Jézus egy természetű, ezért monofizita. Monofizita egyházaknak nevezük őket. Ők nem szeretik magukra a monofizitát, hanem inkább miafizitát, különben mind a kettő egyet jelent, tehát tök mindegy. A különbség csak az, hogy ők azt mondják, hogy a monofizitizmus az azt jelenti, hogy csak isteni természet van, de emberi természet egyáltalán nincs, ők pedig miafizitaként azt mondják, hogy az emberi természet úgy is benne volt Jézus Krisztusban, hogy ő benne csak isteni természet volt. Tehát egyfajta ilyen, nem is tudom, csürcsavarással beszélnek magukról és hát mai napig, mai napig is több úgymond keresztény egyház van, amely, amelyek ezt a tanítást követik. Hát, hogy ők ebből a szempontból kereszténynek mondhatók-e, tulajdonképpen nem tagadják el az emberi természetet, csak éppen azt mondják, hogy nem volt ott úgy, hanem az isteni természet már önmagában elintézte azt, hogy emberi természet is legyen. Most így nagyon leegyszerűsítve a dolgot ezért nem mono, hanem mi a fizitának hívják magukat, mert történelmileg a monofiziták azok, akik tényleg abszolút letagadták az emberi természetet. Hát szerintem ez egy ilyen kicsit fából vaskarik a dolog, de hát ez van. Ez van. Például a koptegyház, tehát Egyiptomban a koptegyház ők ilyen miafiziták, vagy monofiziták, hogy tetszik, vagy éppen az örmény, meg a szír keresztényeknek egy jó része mono, illetve miafizita, akik már akkor deklaráltan ez emellé az kereszténységnek úgymond emeli az ága mellé álltak be, ez már a 400-as években megtörtént. Ennek nagy részben politikai oka is voltak, de mindegy, most nem akarok nagyon belemenni a történelmi háttérbe, de a lényeg az, hogy mind a mai napig az örmények, a koptok vagy éppen a szír egyháznak egy jó része monofizita vagy mia fizita. Tehát akkor térjünk vissza, ugyanúgy, mint az előző kérdésnél. Arra, hogy milyen, vagy hát hogyan van közöttünk Jézus erre a kérdésre, úgy válaszoltunk, hogy Jézus Krisztus teljesen ember és teljesen Isten, egy személyben és a két természet nem keveredik, és szétválaszthatatlan az ő személyében. És eljön itt végül lezárásképpen az Atanáziuszi hitvallás, már ugye hivatkoztunk, ugye három egyetemes hitvallás van, amelyet a kereszténység úgy többé-kevésbé a többség elfogad, az hitvallás, a nice hitvallás, e kettőről már beszéltünk, és a harmadik az Atanáziuszi hitvallás, amely nagyon-nagyon részletesen, szinte nem is hitvallás jelleggel, inkább tanító jelleggel beszél Jézus Krisztusnak a szeméről, ez szintén megtalálható. A Magyarországi Evangélikus Egyház hitvallási Iratai sorozat első kötetében a Luther Kiadó gondozásában jelentez meg, és ennek a magyar fordítása 26. oldalon, vagy hát több oldalon keresztül van, hogy a 26. oldalról olvasom, hogy lássuk azt, hogy ez mennyire egy bonyolult kérdés, és hogy mennyire nehéz erről beszélni, és hogy mennyire behatárolt az, amit az ember tud mondani Jézus Krisztussal kapcsolatban na hát akkor álljon itt ez a részlet az atanáziuszi vagy atanáziuszi hitvallásból. Az tehát az igaz hit, hogy higgyük és valljuk, a mérunk Jézus Krisztus Istennek a fia, Isten is és ember is. Az atya lényegéből az idő előtt született Isten, és az anya lényegéből az időben született ember. Egészen Isten, egészen ember. Értelmes lélekkel, és emberi testtel. Egyenlő az atyával, istensége szerint, kisebb az atyánál, embersége szerint. Jól lehet, Isten és ember, mégsem két, hanem egy Krisztus. Egy pedig nem úgy, hogy isteni testé változott, hanem úgy, hogy Isten magára vette az emberit. Teljesen egy, nem a lények összekeverése, hanem a személy egysége miatt mert amint az értelmes lélek és a test egy ember, úgy az Isten és ember is egy Krisztus. Eddig az idézet. Tehát határaink vannak. Ezt a határt nagyjából itt érjük el. Ezek a szavak, amelyek kijelölik számunkra azt, ameddig kb. tudunk menni. De gyönyörűen megfogalmazzák azt, hogy, hogy a titok az mennyire izgalmas tud lenni, és mennyire arra tudja indítani az embert, hogy na itt tájál meg, mert van bizonyos dolog, amire te nem tudsz rájönni, meg vannak bizonyos dolgok amiket te nem tudsz kiszámolni. És ahol véget ér ez a fajta gondolkodásmód, ahol véget ér az embernek a képessége, ott kezdődik a ráhagyatkozás. És ez a ráhagyatkozás szükségeltetik ahhoz, hogy megtapasztalhassuk, ne csak megértsük azt, amit meglehet, meg lehet, hanem meg is tapasztalhassuk a Krisztust. Ugyanis mindezek akkor nyernek igazán értelmet, és akkor lesznek igazán érthető tartalmakká is, hogyha mindemellett ott van a hit. Mindemellett ott van a hit, ami a Krisztussal való kapcsolatot jelenti. És ha ez a kapcsolat megtörténik, akkor ezek a szavak, amelyek sokszor olyan nagyon, Ö, körmönfontnak, vagy fölöslegesen szörszálhasogatónak, vagy ö, túltolásnak tűnik ezek értelmet nyernek. Ezeknek a mélysége egyrészt, hogy ezek mennyire fontosak, hogy gondolkodjunk is Krisztusról, Krisztusnak a szeméről, de aztán emellett párhuzamosan ott legyen az is, hogy tudjuk azt, hogy ezekben a gondolkodásban határaink vannak, és ezeket a határokat, ezeket szintén rábízzuk a Krisztusra. Mert csak így tudjuk a Krisztusnak a lehető legteljesebben, vagy hát a Krisztust a lehető legteljesebben megtapasztalni magunkénak, érezni, és így tudunk elmerülni igazán az ő személyében, hogy gyakorlatilag minden részünket használjunk, az agyunkat is, mint testet, és a lelkünket is, amelyel kapcsolódni tudunk ő hozzá. Hát köszönöm, hogy velem tartottatok. Ez egy nagyon kemény adás volt, hosszúra is sikerült, ennél rövidebb nem is lehetett volna. Így is nagyon rövidre sikerült a téma nagyságához képest. Remélem, hogy egy picit támpontot tudtam nektek adni ahhoz, hogy Kicsoda is tulajdonképpen Jézus Krisztus, hogyha gondolatilag akarjuk őt megragadni. Remélem nem eliesztettelek benneteket ebben. Nagyon ajánlom a Luther kiadónak a kiadásában a hitvallási iratokat, az evangélikus hitvallási iratokat, amelyeknek első kötete, ez az egyetemes hitvallásokról szóló, részletesen le van írva ezeknek a hitvallásoknak a háttere meg, hogy ez hogyan is, meg mint is volt, nagyon izgalmas olvasmány önmagában is, már csak a hitvallások olvasása mellett is. Illetve, hogyha még szeretnétek tájékozódni ennek mentén, és kicsit bővebben, vagy valamely részletet szeretnétek jobban kibontani, megérteni, akkor két könyvet ajánlanék még. Az egyik Karl Hajszinak az Egyház történet kézikönyve, című kiadás, amely az Oziris kiadónak a gondozásába jelent meg 2000-ben, ezt is belinkelem, ezt valószínűleg már csak antikvárban tudjátok megvásárolni. Karl Hoysinak az Egyház Történet kézikönyve Oziris kiadó 2000-ben adta ki. Ilyen lexikonszerű, de rettenten olvasmányos, tehát szenzációs az űrge, tudott írni egy lexikont úgy, hogy az izgalmas is. A Heussi különben egy evangélikus professzor, tehát ez egy abszolút evangélikus mű, és a másik pedig egy református lenne, amit Jos Ko Kolín írt, úgy kell leírni, hogy betűzöm, hogy Jos nem tudom, hogy kell kejteni, mi mindig Jos mondtuk, lehet, hogy nem így kell kejteni, mindegy, ezt is belinkelem alulra a már többi könyvel együtt. Egyetemes egyház történet, ő egy holland úriember, egyetemes egyház történet könyve, amely pedig az iránytű alapítvány gondozásában jelent meg 2001-ben, ez lényegesen egyszerűbb, de pontosan az egyszerűsége miatt nem is feltétlenül bontja ki a részleteket annyira, mint hogyha valakit mondjuk érdekel részletesen egy-egy ilyen tévtanítás, vagy éppen egy-egy folyamat, akkor azért ez nem túl bőbeszédű, de ha valaki nagyon tömören, röviden akarja egyszerűen, akkor inkább ezt ajánlom, ha valaki bőségesen akarja, akkor inkább a Karl Hojszinak az Egyháztörténet kézikönyvét ajánlom. Hát akkor itt be is fejezzük a mai adást, még egyszer köszönöm, hogy velem tartottatok. Találkozzunk legközelebb a viszont hallásra. Sziasztok!